Sziasztok, Carlos vagyok, és ma ezt a tűzoltóautót fogjuk megnézni. A januárban megjelent tűzoltóállomás összerakásakor kiderült, hogy bővíthető a szett, és ahhoz, hogy tökéletesen be tudjam élni, idézőjelesen szükség van erre a szetre is, úgyhogy gyorsan elmentem és megvettem, hogy mielőtt annak az értékelését felvenném, már ezt az autót is be tudjam majd parkoltatni bele. Ez ugye egy 5 pluszos LEGO City Set, a 6412-es, 4x4 tűzoltó autó mentőcsónakkal. Összesen 288 darabos a készlet, és 3 darab minifigurát is tartalmaz, 8000 forint körüli árral szerintem nem is olyan vészes. De mit látunk itt az elején? Ugye látjuk magát, ezt az off-road tűzoltóautót, egy utánfutót, azon lesz hogy a mentőcsónak, akiknek el kell mennie megmenteni egy kempingezőt, aki magára gyújtotta a sátrat. A sátor érdekes megoldás, két elemet kell majd így féloldalasan egymásra tenni, ráadásul ugye ezek az elemek vadonat újjak, eddig még ezzel nem találkozhattunk, pont úgy, mint ugye az autónknak ez a tetőeleme, ami printelt elem, és nem nagyon látok matricát a szedben. Azt tudom, hogy itt ez a 0,3-as felirat, ez printelve van. A tűzoltóállomásnak az autóján a 0,1-es van, megvettem a mentőhelikoptert, amit majd ott megláthattok annak a bemutatóján, azon a 04-es van, és akkor gondolom az autón valahol a 02-es lesz, ugyanis majd arra megálló helyre kell beparkolnia. Fordítsuk meg, nézzük mi van a hátán. A készletünk hátán egy igazán jó tájképet látunk, éppen tolat a mentőcsónakkal, vagy jön el a mentőcsónakkal az autónk. Kicsit megizzadva itt van egy tűzoltónk, itt van a kempingezünk, aki fordítja a tükörtojását, és a hátul ott van a már eloltott sátor. Valamint láthatunk még két jelenetet, az egyik, hogy itt is feltűnik, de itt látható, hogy ezzel a stat kilövővel lesz megoldva egy ilyen vízágyú, és hogy kempingezünk, meghívta a tűzoltóinkat egy kellemes ebédre. Bontsuk ki a dobozt, nézzük meg, mi van benne. Igazából meglepődtem, négy darab zacskót találunk a csomagban, és három darab összerakási útmutatót is, ami szerintem egy ilyen kis szethez elég soknak tűnhet, de így legalább három gyerek is össze tudja rakni a készletet. Ugye az első két zacskóból összerakjuk a terepjárunkat, a harmadikból az utánfutót és a hajót, amit igazából össze kell nagyon rakni, a negyedik zacskóból pedig magát a kempingezőnket. Nézzük is meg, hogy mik vannak a füzetekben. Ugye első fizetünk a szokásos Builder applikáció reklámozásával indít, összerakjuk az egyik minifiguránkat, mutatja, hogy haja is van, és sisakra is ki lehet cserélni, és összesen 70, hát legyen az inkább csak 66 oldalon 66 lépés, ezeket imádom, tehát ez nagyon jó összerakta a Lego, és ott van a 0-2-es elem, úgyhogy ténylegesen megkapjuk, és mint mondtam, nincsen benne matrica. A másik füzetben rakjuk össze az utánfutót, a második minifiguránkat, és ugye a hajót rá összesen, ugye a hajó az 8 lépés, és akkor 32 oldalon még 26, tehát 32 oldalon 34 lépésből rakjuk össze ezeket. Itt semmi sincsen a végén, és akkor az utolsó füzetünkben, a harmadik minifigura, és összesen 28 oldalon 28 lépés, tehát 66 meg 34 a 100! 130 lépés körül lesz meg minden, mire összerakjuk. Itt láthatjuk, hogy hogyan fog kinézni a SET, ugye mind a három elem külön. Itt ugyanaz a hirdetés, mint amit láttunk az első füzetben. Itt pedig az eszközlista, ahol ugye itt van ez az elem is, ami nem egyedi, ugyanis nem csak ebben a szettben jelent meg, de egyszerre adtak ki három szettet is, amiben benne van, tehát vadonat új elemről van szó. Itt láthatjátok, ezek kellenek ahhoz, hogy ti is meg tudjátok ezt otthon építeni. És akkor nincs is más hátra, én gyorsan összerakom, aztán meg fogjuk nézni, hogy milyen. összeraktam gyorsan ezt az off-road tűzoltó autót, hogy már majd az állomásba ez is be tudjon parkolni, de ne szaladjunk annyira előre, elemezzük ki először ezt a készletet. A készlet három minifigurát tartalmaz, kettő tűzoltót és egy kempingezőt, egy hölgyet, aki a kezében egy baltát tart, ő az off-road terepjárunk vezetője, és a Parancsnok, legalábbis erre következtetek a piros díszítésű ruhájából, míg mellette a férfi karakterünk, a csónakos, a hajónak a vezetője, más a sisakja is, és kapott egy úszó mellényt is hozzá a kempingezünk egy ilyen melegebb kabátban lehet, és nagyon megvan van ijedve, mert ugye felgyújtotta a sátrát, amit majd meg fogunk nézni. Semmi extra nincsen a ruhájukba, a tűzoltókét is megszoktuk már, ugyanezek a ruhák vannak minden tűzoltó szedben a, a tűzharcosokon. Hátulról megnézve a figurákat láthatóvá válik, hogy nagyon egyszerű mintázat van ugye a tűzoltóink hátán, mint ahogyan a kempingezőn is, csak pár gyűrődés lehet a ruhán látni, viszont ő az egyetlen karakterünk, aki második arckifejezést is kapott, ami főleg a csónakunk vezetőjénél furcsa, ugyanis így neki mindig ez az izzadós vagy vizes feje van, ha a csónakban van, ha nincsen. A szethez ezt a kis kiegészítő kemping helyet kellett összeépíteni, a két tüzet meg a kis gázsütőnket, ami éppen tükörtojást készít, ugye a túrázunk. Ez nem volt egy nagy építés, igazából az érdekessége ez a két sátrat alkotó sötét kék elem, ugyanis ezek teljesen új elemek, Eddig ilyennel még nem találkozhattunk, és mint látjátok, belülről egy megágyazott ágy is van, amin le tud feküdni a kempingezünk. Két fát is kellett építeni, ez is igazán egyszerű, pár elemet kellett csak összetenni, és így készült el maga ez a kis kemping. A tüzeket pedig így lehet feltenni erre a platformra, ezt kell eloltania a tűzoltóinknak. A tűzoltó terepjárunk kiegészítője egy utánfutó, ami ugye magát a mentő csónakot tartalmazza, ami kapott két printelt 0,3-as elemet, ennek majd lesz jelentősége egy másik videóban, akkor majd belinkelem, de ezt a 0,3-ast jól jegyezzétek meg. Igen egyszerű építés volt, nagyon tetszik ez a két ezüstös fagyigombóc, ami a rotorjait jelöli a motorcsónaknak, ugye ezzel hajtja meg a karakterünk kapott egy háttámlát és egy kormányt, valamint két kék lámpát az oldalára, ami gondolom vészhelyzet esetén tud villogni. A hátán kettő darab tartó van, az egyikbe egy vókítókit, a másikba pedig egy távcsövet kellett tenni. A hajót összesen négy stat tartja a helyén, és lényegében erre a két türkis sávra kell felültetni. Ugye itt van a hajó alján neki a két hely, oda be lehet pattintani, és így feltehető a hajó az utánfutóra. A terepjárunk már jóval nagyobb, és a kinézete tényleg azt sugalja, hogy ez árkon bokron átmegy, hogyha menteni kell, és kapott ajtókat, ami miatt ugye még a minifiguránk be is tud szállni. És igen, jól hallottátok, minifiguránk, hiszen hiába van két tűzoltunk, csak az egyik tud az utastérben autókázni, a másik valószínűleg az utánfutón kap helyet, vagy lecsónakázik a folyón, és majd ott veszik föl őt. Az eleje is elég terepjáros, főleg itt az alján ezzel a kettő idézőjeles csörlővel, amivel még ki tudja húzni a dolgokat. Nem felejtették el a visszapillantó tükröt, van itt két tároló mindkét oldalon, és ez a sáv, ezt úgy vettem észre, hogy most divat lett az idei tűzoltós építéseken megtalálható ez az elem is, ugye ami idén mutatkozott be, valamint, hogy mindegyiknek így az oldalán van építve. Ez az autónk a 02-es jelet kapta, és a tetejére fel kellett tennünk egy ajtórácsot, ami még robosztusabbá teszi. A leghátuljába pedig csörlővel egy stat ami jelen esetben a vízpisztoly vagy vízágyú. Az autónk teteje könnyen lepattintható, ugye szirénákkal együtt, és lényegében meg tudjuk nézni, hogy mi van a belsejében. Nem lett túl egy kormány, egy ülés, és ennyi, ami belefér. Ott bár van egy rés, de a minifigurának néztem, ott nagyon szoros helye lenne, igazából senki sem utazik így. Összegezve, ez a szett nekem csak azért lett megvásárolva, hogy ki tudja megészíteni a tűzoltó állomást, de nem drágálottam érte a 8000 forint körüli összeget, ugyanis nagyon jó kiegészítője más szetteknek, valamint szerintem mutatós is, és szintén egy érdekességet tud hozzáadni a City világához. Az is különösen tetszik, hogy nem kapunk matricát, azt a kevés dolgot printeléssel oldották meg, és a három minifigura nem olyan rossz egy ilyen kicsi készletben. Így összességében én kifejezetten örülök, hogy más miatt ezt megvásároltam. Nagyon jó játszható, strapabíró, a kisfiamnak is nagyon tetszik, és kifejezetten tetszik az, hogy idén arra is gondolt a LEGO, hogy a több különböző megvásárolható szett valamilyen formában jobban kapcsolódjon egymáshoz, mint az eddigi években elkészítettek, legalábbis ott én nem vettem észre olyan kapcsolatokat, mint ennek az esetében. Mára ennyi volt, úgyhogy köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ne felejtsétek, ez a terepjáró vissza fog térni még egy másik videóban. Addig is, ha tetszett ez, lájkoljátok a videót, kommentekbe várom a véleményeiteket, és ne felejtsétek, ha feliratkoztok a csatornára, azt nagyon megköszönöm majd nektek, és tervezek még nyereményjátékokat, így azokban is részt vehettek majd. És ha ezekről nem szeretné lemaradni, akkor nyom meg azt a csengőt is, hogy értesítést kapjál, hogyha megjelenik valamilyen LEGO témájú videó a csatornámon. Még egyszer köszönöm, hogy itt voltatok, Carlos voltam, sziasztok!